Itt a második fekete, itt a harmadik és a negyedik. Ugye, hogy működik? Optikai csalódás az egész, mert nálam igazából négy piros van. Egy, kettő, három, négy. Éppen egy kártyatrükköt mutat Kovács József múzeumpedagógus a Vosinszki Mód megyei múzeum nyitása alkalmából. Az ott dolgozók úgy gondolták, egy kis szórakoztatással kedveskednek azoknak, akik az első pár napon betérnek hozzájuk. Hosszú idő után manyitott ki újra a múzeum, mind a négy épület, és kártyával, védettségi kártyával lehet, igazolványon lehet csak belépni, és ezért gondoltuk, hogy mivel én bűvészkedem és a kártyatrükkök a kedvenceim, ezért cserébe azért, hogy a vendégek fölmutatják a kártyájukat, én is mutatok nekik valamit kártyával. Kovács József azt mondja, már mindenki nagyon várta a nyitást, beleértve a gyerekeket is. A múzeumban különböző tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt a diákok, óvodáskortól, akár az egyetemistákig. Az megtalálható, hogy milyen témákból válogathatnak a weboldalunkon, a www.mmm.hu-n, és nagyon szívesen várjuk őket most még a tanév hátra lévő részében, utána pedig újra szeptemberben. De nyáron is be lehet jönni nyugodtan, szülőkkel, nagyszülőkkel. A múzeum nyáron három tábort is szervez, melynek helyszínei a főépület, a Vármegyeháza és a Babicsház lesznek. A táborokat június végén és augusztus elején rendezik meg, és mindegyikhez külön tematikát terveznek. Ezen kívül pedig a múzeumok éjszakájára is gőzelővel készülnek.